Ülön segítő szándékú kezdeményezéssel egybekötött sporteseményt rendeztek, amelyen ezúttal 1,7 kilométeres mini manófutamot, 2,3 kilométeres manófutamot és 7 kilométeres manó mini maratont is megszerveztek. Miután a város polgármestere köszöntötte a megjelenteket, átadták egy 3 gyermekes rászoruló családnak az anyagi és tárgyi támogatást is. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki részt vett és eljött, külön az ifjúságnak, a DSE tagjainak, és hát minden kedves szülőnek, aki arra buzdította a csemetéjét, hogy ma részt vegyen ez a jótékonysági futáson, hiszen igen, ennek az a célja, hogy segítő szándékunkat megnyilvánítsuk, és szeretném is ide kérni Juhász Mónikát. Hál' Istennek a kezemben van egy csodálatos vízilabda. Sajnos Leimeter Dóri, a mi kis tündérkénk, nem tud ma velünk lenni, de a csapata nevében felajánlották ezt a csodálatos vízilabdát erre a célra, amit ugye licitre tettünk fel. És hát ezt a licitet végigcsináltuk, és itt mögöttem van egy csodálatos család ismét, Tímár János és kedves családja. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm őket, hiszen 150 ezer forintért az övéké ez a csodálatos labda. Úgyhogy előbb közösen egy kicsit beszélgettünk már. Nagyon őszinte vagyok, még a könnyem is kicsordult, hiszen olyan gondolatokat ébresztettek bennem is, ami azért ilyenkor talán még jobban elszorul az ember szíve, de mindannyian, akik itt vagyunk, örömmel tesszük azt a felajánlást, amit tulajdonképpen most adunk. Elmondhatom, hogy a labdával együtt közel 500 000 forint összeg jött össze. Egy nagy tapsot mindenkinek, hiszen ez egy fantasztikus dolog. Ezeken az ajándékokon, amik itt vannak körülöttem, és ez is az ő ajándékuk lesz, úgyhogy majd segítünk nekik hazavinni. Úgyhogy szeretném átadni a labdát elsősorban a tulajdonosának. János, megkérem, hogy legyen kedves, szeretem. Úgy gondolja, hogy a részükről ez a legkomolyabb felajánlás, és amit itt megtesznek. Köszönjük szépen még egyszer. Valamit tudnak ott hátul. Na jó, hát akkor nekem pedig az a feladatom, hogy az anyukának szeretném átnyújtani, és a 3 csemetének ezt a kis borítékot, ezt a sok-sok ajándékot. Fogadja szeretettel, és áldott békés ünnepet kívánunk mindannyiunk nevében. És azért mindenkinek áldott békés ünnepet szeretnék kívánni, és ezt a Tímár családnak szeretném most átadni. Tóth Gábor főszervező Böjte Zoltán sportbarátról a közelmúltban tragikus körülmények között elhunyt szervezőtársról emlékezett meg, nekünk pedig a hagyományosan jótékonysági sporteseményről szükséges legfontosabb tudnivalókat mondta el. Azt is megtudtuk, hogy a különböző futótávokat mintegy 150 000-an teljesítették. Minden karácsony közelettével valami rászoruló vagy szervezetnek vagy családnak gyűjtünk egy közösségi futással. A közösségi futáson általában ülői versenyzők, sportolók szoktak részt venni, nevezési díja nincs ennek a rendezvénynek, nincsen tétje, tulajdonképpen tényleg csak annyi, hogy egy együtt sportolunk egy nagyot, és közben ezt kihasználva épp az akkor rászoruló családnak vagy szervezetnek kis adományt gyűjtünk. 3 távon rendezték meg ezt az eseményt. Melyek voltak ezek? Igen, általában ezt úgy csináljuk, hogy mindenki részt vessen ezen. És az se fontos, hogy futó legyen, ha akar, gyalogosan, ha akar biciklivel, rollerre, bármivel részt lehet ezen venni. Ezen volt egy 1,7 kilométeres rövidtáv, egy középtáv, az 2,7, és a fut az ülőtáv, ami egy 7 kilométeres versenyszakasz. És akkor visszatérve a jótékonyságra, hogyan segítettek, és milyen módon jut el ez a segítség, ez a támogatás a családhoz? Ugye most egy 3 gyermekes édesanyjának segítettünk, egy üllői családnak, aki valóban rászoruló volt erre a
adományra, vagy erre a segítségre rászorultak, hogy eltervezünk valamit, és akkor a végén pedig fölülmúl minden várakozást. Tehát közel 500 ezer forintot sikerült neki anyagilagban is támogatni a karácsonyi ünnepeket. Illetve cégek ajánlottak föl, tehát a lakáscégek megkerestek azzal, hogy az egész lakásukat légkondival felszerelték. Három légkondis cég volt, aki ezt összefogással megoldotta nekik. Voltak különböző tárgyi ajánlások, akár ruházat, akár száraz élelmiszer. Ugye a városi önkormányzat, illetve a fut az ülő mozgalom összefogásával, tehát mi is ugye ebben tudtunk segíteni. Meglepett minket a magyarországi női vízilabda válogatott, aminek a Leimeter Dória egyik osztopos tagja, ugye ülői lakos, egy vízilabdával, amit az egész olimpiai csapat aláírt, és ez is nagyon ezt licitre ajánlottuk föl, ami hatalmas összeggel, egy 150 ezer forintos összegen ment el, amit a mire átvette a megnyerő család, még 50 ezer forint a még plusz kipótolta, tehát tulajdonképpen 200 ezer forintért tudtuk ezt a labdát felajánlani, és ennek a teljes összegét természetesen ez a három gyermekes anyuka kapta meg, illetve a családjuk. Sziasztok! Ennyi sok Manóval, Télapóval már régen találkoztunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Ez a jelmezverseny nagyon sokáig nagyon szoros volt. Aztán 11:30-kor körülbelül belépett hószörny, vagy ilyetink, és hát elvitte a sót. Úgyhogy szeretnénk kérni, hogy jöjjön ide föl hozzánk, és tapsoljuk meg, mert ebben futni szerintem kihívás. ADS-e mi vagyunk! ADS-e mi vagyunk! ADS-e mi vagyunk! Létszomjas a csapatunk! Létszomjas a csapatunk! Létszomjas a csapatunk! Minden meccset megnyerünk! Minden meccset megnyerünk! Minden meccset megnyerünk! Félelmet nem ismerünk! Félelmet nem ismerünk! Félelmet nem ismerünk! Az ebédünk ma is csilis! Az ebédünk ma is csilis! Az ebédünk ma is csilis! Retteghet hát holnap pilis! Retteghet hát holnap pilis! Retteghet hát holnap pilis! Gólarányunk nem is kevés! Gólarányunk nem is kevés! Gólarányunk nem is kevés! Meg is riadt tőlünk pecsés! Meg is riadt tőlünk pecsés! Meg is riadt tőlünk pecsés! Nagy a pályán, nincs ott nyomor! Nagy a pályán, nincs ott nyomor! Nagy a pályán, nincs ott nyomor! El is csúszik rajtam monor! El is csúszik rajtam monor! El is csúszik rajtam monor! Csatáraink kemények! Csatáraink kemények! Csatáraink kemények! Mind ülői legények! Mind ülői legények! Mind ülői legények! Gyere Újpest, gyere Fradi! Gyere Újpest, gyere Fradi! Gyere Újpest, gyere Fradi! Megeszünk mi nyami nyami! Megeszünk mi nyami nyami! Megeszünk mi nyami nyami! Elhiheted, ez nem mese! Elhiheted, ez nem mese! Elhiheted, ez nem mese! Mert a legjobb csapat az ülői DS-e! Mert a legjobb csapat az ülői DS-e! A résztvevők csatakiáltásra hangoltak a versenyre, majd elstartolt az 1,7 kilométeres mini manófutam, a 2,3 kilométeres manófutam és a 7 kilométeres manó mini maraton. A tervek szerint 2023-ban is megrendezik az üllői jótékonysági futóversenyt.